Jó estét kívánok az Oxigén televízió nézőinek! Önök az esti híradót látják május 12-én pénteken. A német érettségikkel záródott le az első hét a középiskolákban. 150 millió forintból újul meg Tatabányán a Népházliget, és már a hétvégén bajnok lehet a labdarúgó NB2-ben az Eto. A részletes híreket rögtön mondjuk, előtte azonban jöjjenek ma esti kiemelt híreink. Vasúti felüljáróval és autópálya lehajtóval is gazdagodni fog Moson-Magyaróvár körzete. Lázár János szerint ez új ipari park kialakítását is lehetővé teheti. Örülhetnek a bőnyiek, mert a település úthálózatának 70%-a újult meg. Ezzel korszerűbb és biztonságosabb lehet a közlekedés is. Kresszversenyt rendeztek óvodásoknak és kisiskolásoknak Győrben. Kónyi és Moson-Magyaróvári gyerekek örülhettek a győzelemnek. A hétvégén ismét változékony időjárásra kell számítani, napsütés és eső is előfordulhat a következő napokban. A részletes időjárás jelentéssel adásunk végén jövünk. Három és fél milliárd forinttal támogathatja a kormány Moson-Magyaróvárt, jelentette be Lázár János. A cél, hogy a dinamikusan fejlődő település még jobban megerősödjön gazdaságilag, ezért a tervek szerint megépül egy új vasúti felüljáró, megnyitják a Moson-Szolnoki autópálya lehajtót és elkészül a város elkerülő autóút is. A beruházások a vasútvonal korszerűsítését és egy új ipari park felépítésének lehetőségét is eredményezhetik. Moson-Magyaróvár dinamikusan fejlődő város és fontos szereplője Magyarország gazdaságának. A kormány ezért szeretné támogatni Sopron és Győr után ezt a települést is, mondta el Lázár János, aki hozzátette, a cél, hogy hazánkban ausztriai színvonalú életminőség legyen, ez viszont nem valósítható meg a munkahelyek és ipari parkok fejlesztései nélkül. Ha a kormány segít egy új ipari park föltárásában, vagy a mostani ipari park megközelíthetőségében és fejlesztésében, akkor Moson-Magyaróvár az onnan származó bevételekkel önállóan boldogulni fog, és ki tudja szolgálni azokat a növekvő lakossági igényeket, amelyek az életminőség, bölcsöde, óvoda, oktatási intézmények, sport, szabadidő tevékenységekhez kapcsolódik. Az itt élő polgároknak nyilván az az elvárása, amit a munkaidejük idejében, a munkavégzés idején tapasztalnak Ausztriában, ezért itt sokkal nagyobb helytállása és sokkal nagyobb felelősségre van szükség a város vezetését és a város képviseletét illetően, mint egy átlag településen. A tervek szerint a város közlekedés típusú beruházásokra 3,5 milliárd forint támogatást kaphat a kormánytól. 3,5 milliárd forintot kapna Moson-Magyaróvár önkormányzata arra, hogy a települést kettészelő Bécs-Budapest vasútvonal fölött egy vasúti felüljáróval, valamint a Moson-Szolnoki autópálya lehajtó megnyitásával, további közlekedési beruházásokkal Moson-Magyaróváron, a régi és a leendő ipari park térségében közlekedési beruházásokat hajtson végre. Tehát ez a 3,5 milliárd, ez mind közlekedési típusú beruházás. Részben a forgalom gyorsítása, terelése, irányítása, ennek az átjáró hídnak vagy fölüljáró hídnak a megépítése, és a forgalom közlekedés megszervezése kapcsán. Ahol a gazdaság ereje folyamatosan nő, ott a kormány nyitott a többlettámogatási javaslatok megvitatására és a segítségnyújtásra, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány nem halad, hanem hálót szeretne biztosítani a Moson-Magyaróvári önkormányzatnak, hogy halászni tudjon, mégpedig iparűzési adót tudjon halászni. Lázár János a bejelentést követően Moson-Magyaróváron lakossági fórumot is tartott, ahol az országot érintő legfontosabb kérdésekről, többek között a költségvetésről, a Brüsszellel folytatott tárgyalásállásáról és más politikai tevékenységekről is beszélt. Pénteken a német érettségikkel folytatódtak a középiskolai záróvizsgák. A középszinten vizsgázó képességeit két feladatsorban mérték le. A diákok az íráskészségüket bizonyítva verbális, illetve vizuális segédanyagra reagálva három szempont alapján 80-100 szóterjedelmi szöveget kellett alkotni. Idén ebben a feladatban információt kellett kérni egy szabadidőparktól a megadott követelményeket szem előtt tartva, ezután a nyelvtanulás témában kellett a diákoknak a véleményüket kifejteni, szintén az előre rögzített szempontok alapján. Emellett újságcikk és interjú is próbára tette az érettségizőket a feladatsorban.
Átadták Bönyben a megújult Móra Ferenc utcát. A település az elmúlt 2 évben több mint 110 millió forintot költhetett útfelújításra, amelyre azért is szükség volt, mert a korábbi évek árvizei szinte teljesen tönkretették az utakat. A beruházásnak köszönhetően a település úthálózatának 70%-a lett korszerűbb és biztonságosabb. Megújult Bönyben a Móra Ferenc utca is. Nagy szükség volt rá, mert az elmúlt évek árvizei ezt az utat is tönkretették. Melles csizmában nem tudtam átjönni abból az irányból az Alkotmány utca felől ide a Rákóczi-ba, mert becsapott volna a melles csizmán a víz, és ugyanezeket az utcáinkkal megcsinálta, tehát gyalog végigmenve árvíz után mozgott alattunk az út. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett. A kormány 2012-ben azt ígérte, hogy támogatni fogja azokat a településeket, amelyek nincsenek eladósodva. Bönyfel az volt az ígéretünk, hogy 2x44 millió forintot fogunk a rendelkezésükre bocsájtani, hogy arra költik, amire szeretnék. Polgármester úrral megegyeztünk, hogy ez az útfelújítás lesz, és az útfelújításra a kormány biztosítani tudta a forrást. Az önkormányzat ehhez még saját részt is tett hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy most itt egy nagyon jelentős településen belül útfelújításon vagyunk. A teljes rekonstrukció összesen 114 millió forintba került, és a beruházásnak köszönhetően a település úthálózatának 70%-a újulhatott meg. Az önkormányzat szeretné rendbetenni a még rossz állapotban lévő utakat is, erre saját költségvetéséből és pályázatokból próbálnak meg forrást találni. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fertődi Velux gyárnál. Az eddig ismert adatok szerint nagyjából 200-an vettek részt a 2 órás eseményen a délelőttös műszakból. A dolgozók a Vasas Szakszervezeti Szövetséghez csatlakozva szeretnének béremelést elérni. Az érdekvédelmi szervezet honlapján megjelent információk arról árulkodnak, hogy ugyan már 2 hónapja folytak a bértárgyalások, az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. A hét elején a cégvezetés részéről elhangzott, már nem is akarják az egyeztetéseket folytatni, a munkavállalói oldal követeléseiről. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken kiadott friss adatai alapján elmondható, hogy jobban növekedett a termelés az első negyedévben, mint azt előzetesen közölték. Az ipari kibocsátás majdnem 8%-kal, a feldolgozóipar termelése pedig több mint 14%-kal nőtt a márciusi hónapban az előző évhez képest. Többek közt a járműipar, számítástechnikai ipar és gyógyszergyártás is 10-20%-os növekedést mutatott az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva. Az összesített ipari export volumene márciusban majdnem 13%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az önkormányzat 150 millió forint ráfordításával felújítja a tatabányai Jászai Mari Színház Népház melletti parkot. Schmidt Csaba, a város polgármestere hozzátette, a Népházliget nevet viselő parkban a felújítás után emléket állítanak a bányászathoz kötődő, a település fejlődésében jelentős szerepet játszó személyeknek. A város első parkjaként nyilvántartott területen a kiszáradt fák helyére újat ültetnek. Felújítják a parkban lévő tó hídjait, a vízi élővilág védelmére szellőztetőt telepítenek a tóba, újra burkolják a sétányokat, 35 padot és információs táblákat helyeznek ki, valamint bővítik a közvilágítást és bekerítik a területet. Óvodásoknak és kisiskolásoknak rendezett kresszvetélkedőt a Győr-Moson-Sopron megyei baleset megelőzési bizottság és a Nemzedékek Biztonságért Közhasznú Alapítvány. A Pindur Pandurok a Széchenyi István Egyetem parkolójában megtartott döntőibe azokat a csapatokat hívták meg, amelyek a legjobban szerepeltek a városi versenyeken. Az első helyen ezúttal a Kónyi Tündérvirág óvoda és a Moson-Magyaróvári Bolyai János általános iskola csapata végzett. Óvodások és kisiskolások közlekedési versenye a Széchenyi István Egyetem parkolójában. A kresszvetélkedő döntőjében 5 óvoda és 4 általános iskola csapata küzdött meg egymással a győzelemért. Lényegében itt a gyermekek, óvodások és általános iskola első-második osztályosai vannak jelen, akik tovább jutottak már az összes városi döntőből, tehát az első helyezettek. Ők fogják összemérni majd a tudásukat egymással. A gyerekek megismerkedhettek egy beszélő kisrobottal is, amelyet a közlekedési szabályok oktatásában használ majd a baleset megelőzési bizottság. Példaként bemutatok egy közlekedési karjelzést, ezt mondta most. Csak hogy egy kicsit halkan mondja, az a baj. Változatos feladatok vártak a gyerekekre.
Kerékpárral kellett végigmenni egy ügyességi pályán, kockákból pedig kressztáblák képét kellett kirakni. Akinek volt kedve, kézlenyomatot is készíthetett. Évek óta rendezzük meg ezt a rendezvényt, ami az óvodásokat és a kisiskolásokat is érinti, és az a tapasztalatunk, hogy évről évre egyre jobbak, és ez köszönhető a pedagógusoknak is, mind az óvodapedagógusoknak, mind pedig a általános iskolás pedagógusoknak, akik egyre többen foglalkoznak a kresszel, a kressznek a fontosságával, és oktatják gyermekeinket arra, hogy hogy kell helyesen közlekedni, mint akár gyalog még nagyon kiskorba, és természetesen utána kerékpárral vagy bármilyen más járművel. A dobogós helyezettek az országos versenybe jutottak tovább, amelyet Budapesten rendeznek majd meg. Bár már a harmadik aranyérmet szerezte a győri Audi Etókácia női kézilabda bajnokok ligájában, a csapatban azonban mindig akadnak első bálozók. Van, aki már őriz otthon egy bajnokok ligája érmet, de több olyan játékos is akad a keretben, akinek az első érme rögtön a legfényesebből való. A győri Audi Etókácia átlövőjének Tomori Zsuzsannának idényen nem volt egyszerű. Az sem volt biztos, hogy a csapatnál marad jövőre. Az év végére azonban úgy tűnik, minden egyenesbe jött. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ez egy olyan mérkőzés volt, amit mindig álmodik csak az ember. És az, hogy a végén mi tudtunk úgymond felülkerekedni az ellenfelem, mi voltunk erősebbek, nekünk volt nagyobb a szívünk. Egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Kis Éva is 2 éve tagja az együttesnek, így ő is most először ülhetett Európa trónjára. A háromszoros BL győztes Eduard Ámorim is dicsérte az újdonsült aranyérmest. Nagyon jó élmény volt, köszönöm szépen. Első BL győzelmem, úgyhogy nagyon örülök neki. Imádom, ahogy a jól lőtt heteseket védi folyamatosan. A csapat új játékosai is a föld felett jártak a mérkőzés után, de még az ünneplés közben is. Really, I'm so happy, I'm so excited. We really deserve it. Nagyon örülök és nagyon izgatott vagyok. Úgy érzem, megérdemeltük, megdolgoztunk a sikerért. El sem tudtam képzelni, milyen érzés lesz ez, de ez az érem egy nagy teljesítmény a karrieremben. Előre tekintek és abban bízom, hogy még sok-sok címet szerezhetek a győri színekben. Én azt gondolom, hogy persze jobban örülnék, hogyha játszottam volna, és hozzá tudtam volna tenni a játékhoz, de úgy gondolom, hogy akik a pályán voltak, mindent megtettek és jól játszottak, tehát így nincs probléma, hogy nem játszottam, és én kívülről mindent megtettem, hogy nyerjünk. Az első aranyérmet pedig természetesen illik megünnepelni. Eva, what is next now? No, Eva. Party, sorry. Party, now it's party time. We can do it now. A csapatnak a BL aranyérem után már csak a bajnoki cím megszerzése van hátra az idényből. Zajlik már a felkészülés a Győri Jégkorong Akadémián. Egyre jobban telnek fel a korosztályos helyek, és alakulnak ki a közösségek. A rendszer sikerét és vonzerejét már most jelzi, hogy külföldön játszó magyar játékos is fejlődési lehetőséget lát a svéd akadémiai rendszerben. A Győri Gárda újabb korosztályos válogatott játékossal bővült. Már nem csak a Magyarországon játszó jégkorongosok veszik az irányt az induló Győri Akadémia felé. A korosztályos válogatott Kemény Patrik osztrák légióskodását adja fel, hogy Győrben fejlődhessen tovább. Hallottam több embertől, hogy megalapul itt egy akadémia. Szerencsés módon egy edző föl is keresett engem, és eljöttünk ide, és nagyon tetszett, hogy svéd edzők vannak itt, és a svédok hokit oktatják nekem, és minden adott ahhoz, hogy fejlődni tudjak itt. Az első benyomások hamar meggyőzték az Ausztriából hazatérő játékost. Ahogy az edzőket megismertem, nagyon nagy emberek voltak ott kint Svédországban. Svédországnak a legjobb csapataiban edzősködtek, és egy egész utánpótlást építettek fel ott, és én nagyon bízom ebben, hogy itt Győrben is egy nagyon jó akadémiát tudnak összehozni. A játékos már rutinosnak számít a nemzetközi porondon is. Sok próbajátékon vett részt, többek között Csehországban, Svédországban, 2 évet pedig Ausztriában játszott. Ennek ellenére úgy érzi, van még miben fejlődni. Talán a legtöbbet azt még úgy technikailag kell fejlődnöm. Még 16-17 éves korban még lehet fejlődni, de később már nem nagyon lehet fejleszteni a technikát, úgyhogy most azért vagyok itt, hogy egyénileg fejlesszem magamat. És a későbbieknek a folyamán majd ezeket úgymond kamatoztassam. Természetesen a cél, mint szinte minden játékosnál, hogy Svédországban, majd a tengeren túlon tudjon érvényesülni később a megszerzett tudással. A hétvégén folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó bajnokságokban. Az élvonaltól már búcsúzott Gyirmot Paksa látogat szombaton. Az NB2-ben a Dorog csapata a dobogóért küzdő Kisvárda vendége lesz.
A mosonmagyaróváriak is messzire utaznak, ők Szegeden fognak pályára lépni, míg a Sopron otthon fogadja a Nyíregyháza csapatát. Az MB3-ban is minden régióbeli együttes pályára lép. Az Eto FC György Gyirmoton teljesítheti az álmát és juthat vissza az MB2-be. Ha a rangadón győz az Eto és az Érd nem szerez pontot, akkor már a bajnoki címet is megünnepelhetik a hétvégén. A csornaiak a Hévíz csapatát fogadják, Komáromba pedig az Andrásida érkezik 3 fordulóval a bajnokság vége előtt. Vasúti felüljáróval és autópálya lehajtóval is gazdagodni fog Mosonmagyaróvár körzete. Lázár János szerint ez új ipari park kialakítását is lehetővé teheti. Örülhetnek a bőnyiek, mert a település úthálózatának 70%-a újult meg, ezzel korszerűbb és biztonságosabb lehet a közlekedés is. Kresszversenyt rendeztek óvodásoknak és kisiskolásoknak Győrben. Kónyi és Mosonmagyaróvári gyerekek örülhettek a győzelemnek. Tömördi Szabina ma is elhozta nekünk régiónk legjobb programjait. Szia Szabina, milyen programokat ajánlasz a nézőknek? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Laktanyai nyílt nap Győrben, a laktanya kapui ismét megnyílnak a nagy közönség előtt, a katonák minden korosztály számára érdekes bemutatókkal és rengeteg színes programmal várják a látogatókat reggel 9 órától a győri laktanyában. Aztán emlékhelyek napja Komáromban, az egésznapos programok középpontjában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei, valamint a 20. századi, az erőthöz kapcsolódó történelmi események állnak. Lesz rendhagyó tárlatvezetés és fegyverbemutató is, szombaton reggel 9 órai kezdettel a monostori erődben. Aztán kockanapok Mosonmagyaróváron, a több ezer színes kis kockából álló kiállításon érdekes és ritka legó kompozíciókat lehet látni, a gyerekeket pedig játszósarok is várja, valamint részt vehetnek az óriás mozaik kirakásában is. Kockanapok szombaton és vasárnap 10 és este 7 óra között a Flash központban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Változóan felhős szeles lesz a holnap az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében, elszórtan csapadék is előfordulhat. Szombaton hajnalban 15, reggel pedig 21 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Szombat délutánra megerősödik a légmozgás, a nappali csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Szombat este 13-16 fokot mérhetünk majd, a nap végére aláfagy a szél, és csapadék sem várható, derült lesz a szombat este. A következő napokban is marad a változóan felhős időjárás, északnyugaton elszórtan csapadékra is számítani kell a hosszú távú előrejelzések szerint. Vasárnap a változóan felhős időben szelesre fordul az időjárás, reggel és este 14, nappal pedig 24 fokot mérhetünk majd. A hétfő is szeles lesz és változóan felhős, csapadékra itt nagyobb eséllyel kell majd számítani, a nap elején és végén 15, napközben pedig 24 fok várható. Kedre már nem mondanak csapadékot, de marad a szél. A reggeli és az esti órákban 17, amíg nappal 20 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták május 12-én pénteken. Győr, Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megye legfrissebb híreivel. Legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. A hétvégére kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk, a viszontlátásra! Thank you.